A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Vigyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Csenzi Rádió gazdasági mapecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk. A Millás reggeli fő támogatója a Schiller Flotta KFT. Schiller Flotta and Rent a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Köszönjük a hallgatókat, ez a Millás reggeli. Továbbra is még van egy szűk 4 óránk, itt a 90.9 Jazzing rendrével. Endrével. És Gede Balázs Zsala. És a 06 30 es SMS, WhatsApp és Viber számra jött üzenetekkel, azt mondja, hogy... Uh, Rengeteg üzenet gondolom az autóiparral kapcsolatban, a közlekedéssel kapcsolatban, a poloskákkal kapcsolatban. Igen, és igen, 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 azt mondja, nagyon szeretjük az autós szakértőt, mert Jó. két éve... Előre hozott a hallgató egy autós beszerzést és nagyon jó járt a tanácsaival aztán jó a műsor, jó a zene, Fillér utca lefelé, garas felfelé, arra szól. Bimbó még remek. Igen. Kaptuk egy kedves ismerősünktől. Fillér az rögtön bedugul a szélső köszönjük szépen. Aztán a Vész beledumált a kérdésedbe, nem értettem pontosan. Veszprém körgyűrű délen végigépítik építik a csomópontokat, folyamatosan a terelés, nem fejezték be. Zalazond meg majd meglátjuk. 8-as ajka felé gyér forgalom és esik. IT-biztonság fontos téma, nagyon nem foglalkozik vele foglalkoznak vele a cégek, ezt még Vassza írta. 0 30 20 10 9 0 azt kérdeztem Vaszától, hogy Veszprémbe azért nehéz-e bejutni, mert ott még javítják, vagy ö, ö, hogy is mondjam, bővítik a, a főútvonalakat. Ez volt a helyzet nyár végén, úgyhogy kérdés, hogy mennyire oldodott ez meg, és ezért tettem fel a kérdést. Remélem a vész nem dumál most bele. Mi az IT? Információtechnológia, azaz informatika. Az IT azonban óriási üzlet is, mindennapjainkat befolyásoló globális biznisz. Honnan tudod, hogy a rengeteg információból mi a hasznos? Hallgasd a Millás reggeli IT rovatát, ahol szakértőink segítenek eldönteni, hogy egy S hírforrás valamely P valószínűséggel kibocsátott H hírének az információ tartalma nulla vagy egy. Na nézzük akkor mi történt ezzel a Facebookkal. Egy nagyon érdekes történet minden szempontból, mind informatikai szempontból, mind pedig a, a hullámok szempontjából, amiket korbácsolt az egész ügy két részre próbálom ezt az egészet összefoglalni, meg az egyik egy ilyen gondolkodós, dilemmázós rész, ugye az, hogy pontosan mik, mik, mik a, az utóhatásai ennek, illetve milyen ügyek kapcsolódnak még most ehhez a nagy illetve Facebook miért nem esett, Igen, miért nem lett akkor a leállás, hogy letörlődjön az egész? A leg <laughs> az még egy nagy dilemma. Hát, na most egyébként pont jó, amit kérdeztél, mert a maga a leállás az rávetít arra, amiről nagyon sokat beszéltünk, akár biztonságpolitikában, politikai, akár kiberbiztonsági, akár IT szempontból itt az idő, az idők során különböző szakértőinkkel. És amin ugye dolgoznak a kínaiak, dolgoznak az oroszok, és a többi, hogy függetlenítsék magukat az internetről, vagy internettől. És azért mondom így, hogy az internetről, vagy internettől, mert ugye mi az internet maga, az hálózatok hálózata. És pontosan ez okozta a problémát a Facebook leállásnál. Az történt ugyanis, de szerintem nagyon sokan nagyjából értették, hogy és később ugye a közlemények, hivatalos közleményekből tudjuk, hogy az történt pontosan, hogy a Facebook dolgozói egy rutin eljárás során egy hálózati konfiguráció változtatást szerettek volna eszközölni. Ez az egész egy hibás, illetve hát végülis nem létező ilyen border gateway protokoll Eredményezett. Hogy ez mit jelent, azt mondja, megpróbálom elmagyarázni közérthetően. Ugye azt jelenti, hogy az internet, a hálózatok hálózata, az információ az úgy tud terjedni, hogyha például betöltesz egy weboldalt, akkor ezeknek a hálózatoknak, ugye a hálózaton közlekedő adatcsomagoknak, ezeknek tudniuk kell, hogy merre kell mennie. Mert különben Aha. el tudna veszni. És hogy tökétszerűen fogalmazzunk. Például, hogyha, hogyha, betöltesz egy weblapot, mondjuk a millásreggelihu mondjuk te, hogyha ezt betöltöd, akkor történik valami, hogyha betölti mondjuk egy kedves hallgatónk, aki Borneon hallgat minket, akkor történik teljesen más valami egészen pontosan körülbelül négy DNS-szerver van egy weboldal letöltésében, játszik szereped benne, és körülbelül tíz lépés az, amíg betöltődik egy weboldal, mert ezek a DNS-szerverek különböző típusú DNS-szerverek, ezt is elmagyarázom, hogy ez mit jelent, megpróbálom közérthetően, de lényeg, hogy vannak ilyen mérvadó névkiszolgálók, meg rekurzív, meg gyorsítótárazók, meg névkiszolgálók, azt mondtam, DNS névfeloldók meg minden, de az a lényeg, hogy mit jelent ez az egész? Azt jelenti, hogy a Domain Name Server az az, ami lényegében tárolja azt az információt, hogy... hogy, hogy hogy a domain neveket, mint a millásreggeli.hu, vagy a facebook.com-ot, ezt IP címek fordítja le, hogy neked, mert valójában. azok. Azok, mert azok neked az ne kelljen az az azt A két csak azt nem lehet megjegyezni, hát, ugye, hogy 100 persze. 4 .4, Tehát ezt azért találták ki, hogy egyszerű igen. legyen, hogy ugye ne azt ütöges be, hogy 69.63.181.15, ami egyébként az egyik IP címe a Facebooknak, mert egész IP tartományai vannak a Facebooknak, és meg lehet keresni, tehát tól íg terjedő tartományokat birtokol ő. Tehát magyarán le kell fordítani ezt a, a doménnevet IP címekké. Ugye az IP címek alapján juttatják el ezek az útválasztók, amiket routereknek hívunk, és talán az az lehet jelenteti az első konfúziót, hogy hát a router az nekem is van otthon. Igen, de az más, tehát az a wifi router, az egy teljesen más dolog, ami szétszórja wifi hálózatra, azt az internetet, ami bejön hozzád, azt a. Igen, és a rácsatlakozó esz... Között választja. Meg Igen, az utat, tehát az útválasztók menjen. magyarán ezek az adatot a felhasználó eszközéről például a Facebook szervereihez idekeznek eljutni. Uh -huh. De hogy hogyan próbálják. ugye Tehát beírunk egy domain nevet, és ugye a DNS szerverek ezeket IP címek alakítják egy ilyen kicsit hosszabb folyamatban, és így érünk el weboldalakat. Ezeket az IP címek alapján a routerek felelnek az adatok közlekedésért, a Facebook szerverek és a felhasználók gépei eszközei között. Tehát amikor a hiba világszinten elterjedt, mert ez nem úgy történt, hogy magyar idő szerint 6 órakor lekapcsolódott minden, hanem szépen lassan elkezdett elterjedni ez a hiba, akkor az olyan volt, mintha a Facebooknak nem lenne euh, DNS bejegyzése. Ami azért fontos, mert ha nincs ilyene, az, amit a nem lenne posta címe, és egy levél keringene össze-vissza, és nem tudná megtalálni a postás, hogy hova kell jutni, uh -huh. mert nincsen cím. Szóval, hogy minden minden doménhez tartozik egy ilyen úgynevezett A-rekord, ami alapján a böngésző, az tudni fogja, hogy milyen IP címen lakik az oldal. És ugye, mint mondtam, a Facebooknak ilyen tartományai vannak, és itt jött létre ez a, ez a BGP probléma, mert leegyszerűsítve úgy működnek ezek az útválasztók, hogy ismerniük kell, hogy ezt az adatcsomagot, ezt merre küldjék, a leghatékonyabb módon. Tehát ne menjen át a különböző hálózatokon, a hálózatok hálózatán teljesen össze-vissza meg körbe, hanem próbálja meg a leghatékonyabb módon. És ugye ezek a BGP-k, ezek különböző protokollok, ismerni kell ugye a routereknek, hogy az adott adatcsomag merre menjen, az a BGP, ez a Border Gateway protokoll az egyik ilyen. Na most az történt, hogy hogy nem tudta, hogy merre menjen az információ. Átírtak egy konfigurációs uh -huh. fájlt. És hát a Facebook közleménye szerint ugye azt mondták, hogy az adatközpontok közötti kommunikációért felelős rúterek konfigurációjának megváltoztatása olyan problémát okozott, amelyek megakadályozták az adatok átadását. Minden ilyen cucc hirdeti, hogy én tudom, merre van a facebook.com, a leggyorsabban erre gyere. Jön az adatcsomag, és mondja neki, gyere, gyere, erre gyere, én majd elirányítalak. Na most ilyen nem volt, úgyhogy ez leállt. Először a Facebook saját hálózata konkrétan levált a hálózatok hálózatáról, aztán utána lényegében a belső hálózat kommunikációja is megszűnt. Uh -huh. Klassz. Miután ezek Jó hangzik. Még mi, miután ezek a BGP-k nem tudták, hogy, uh -huh. hogy merre kell menni, egymás után szakadtak le különböző hálózatok, és hirtelen vált elérhetetlenné sok minden, nem csak a Facebook, és az az egyik legnagyobb dilemma, hanem a Facebookhoz kapcsolódó, és a saját uh, hálózatukhoz, saját tartományaikban lévő szolgáltatásoknak a zöme. Instagram, Messenger, WhatsApp, Oculus, és minden olyan, ami valamilyen módon kapcsolatban van vele. Tehát például a Millás reggeli oldalán van egy Facebook, bármi, like gomb, bejelentkezés, valami, az hirtelen problémát okozott. Aha. Na most ezt először nem lehetett tudni, mert az olyan nagy DNS kiszolgálók, akik azzal foglalkoznak, hogy ők, hogy ők cégszinten mondjuk irányítják a forgalmat a lehető legoptimálisabban, Például ö, ö, olyan kiszolgálók, mint a Cloudflare, azok azt látták, hogy valami probléma van, és hiába érkezik be hozzájuk egy csomó ilyen keresés, nem megy tovább, nem tudják az adatot irányítani. A Facebook alkalmazottak rájöttek hamar, hogy itt baj van, csak azt se tudták, hogy mi. Na most itt innentől kezdve kezd, bonyolodik a story, mert hogy hát meg kell oldani. Oké. Okay. Nem tudták elérni ők sem ezeket a. Eh, eh, szervereket, amiről, amiről szó volt, hát akkor mit lehet csinálni? Hát kizáródtak, mert ugye hálózaton Igen. oldanak meg minden. Igen. Eh, Oké, okay, akkor a legegyszerűbb módszer, oda megyünk fizikailag, és konkrétan rákötjük a laptopot a, a cuccra, és akkor majd átírjuk a konfigurációt. Hát itt volt a következő probléma, a legtöbb ilyen helyre baromi nehéz bejutni, többféle autentikáció van személyesen is, és egyébként az egyik legjobb elterjedtebb módszer az a hálózati azonosítás, ami persze nem működött, mert nincs hálózat, tehát ja. hálózati azonosításra nem tudtak bemenni. Úgy kellett bemenni valahogy, hogy, hogy, hogy mégis ne az legyen, hogy akárki az utcáról besétálad, és ott a szervereket bincsizheti. Na mindegy, ezt megoldották nagy nehezen, és akkor utána helyreállították ezt az egészet, de lényegében az történt, hogy egy, egy úgynevezett lupot, egy, egy ilyen körbe-körbe haladó cuccot hoztak létre. Ezek a rúterek a, a saját hálózatokon luba kerültek, és így szépen így mentek. Tehát magyarán ez egyik IT biztonsági szakértő jól fogalmazta meg az egyik Facebook csoportban a Facebook közleményét oda, másoltam, milyen szépen hangzott, hogy elmondtam, és pedig aláírta, hogy magyarra fordítva elcsesztük a konfigot, és luba kerültek a út. Terek. Tehát ez, ez történt. Na most, mivel a mérnökök kizárták magukat, ezért oda mentek fizikailag, de közben elterjedt egy olyan dolog is, hogy hát azért van ez a baj, mert hogy a domain névkeresőkbe, hogyha beírod, hogy facebook.com, akkor nincsen befoglalva a facebook.com domén, ezért szabad, és az adott doménre lehet jelentkezni. A Jack Dorsey, a Twitter vezérigazgatója be is jelentkezett viccesen, hogy hát akkor ezt megvenné, mennyibe kerül. De persze ez nem igaz, ki van Nyilván, ezt fizetve 2030-ig ráadásul, meg be van foglalva, uh -huh. de az van, hogy egy rossz domain tools beállítás, rosszul megírt domain tools beállítás miatt mutatták ezt több oldal, különben a Facebook a saját maga regisztrátora, a, a, a regiszt registrarsafe.com is offlineba került, ami a Facebooknak a saját cucca, és az alapján nem látták ezek az eszközök, hogy mi történik, és szabadnak tüntették fel. De ez nem volt természetesen igaz. Szóval a probléma nagyjából ez, picit hadarva próbáltam összefoglalni, és nyilván kihagytam egy csomó mindent. Igen, uh, szerintem a lényegben nem volt az el együtt. A gond az, hogy, hogy rávilágít két problémára. Az egyik az, hogy ez a BGP-kkel, a Border Gateway protokollokkal kapcsolatos gond. Itt van egy kiberbiztonsági ügy, ami amit nagyon fontos kiemelni, ez pedig az úgynevezett BGP hijacking, amikor nem véletlenül történik ilyen, hogy egy konfiguráció miatt ugye nem tudják, hogy mit kiabáljanak ezek a, és mit hirdessenek ezek a protokolok, hanem, hanem egész egyszerűen direkt irányítanak átforgalmat. forgalmat. Történt ilyen például az Amazon DNS szolgáltatásával, amikor az történt, hogy ez 2018 áprilisában volt, hogy átirányították azt a forgalmat, amit egyébként az Amazonra irányult volna, pontosan ilyen border gateway protokoll hibákból kifolyólag, azt meg tudták csinálni, és százezer dollárnyi kripto valutát saját maguknak leszettek. De, de több ilyen történt, egy véletlen leállás is volt 2004-ben, ami nagyon hasonlít -e ehhez, amikor egy török internetszolgáltató, tehát ISP cég véletlenül rossz BGP útvonalakat kezdett el hirdetni a szomszédos hálózatoknak, akik kapcsolatban álltak vele. És ezek a hamis vonalak, ezek elterjedtek, mert ugye az, az mondjuk azt mondta, hogy mi tudjuk a legjobb útvonalat. Átment a következő hálózat, hogy tök, jó, ők tudják a legjobb útvonalat, minden adatcsomag jön erre. És ahogy a hálózatokon elterjedt, ez egy rendszer szintű leálláshoz vezetett, mm -hmm. több hálózat lecsatlakozott így a hálózatok hálózatáról. Tehát ilyen előfordul sajnos. Úgyhogy több kérdés is felmerül ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy jó -e ez így, ahogy van mert a jelenlegi rendszert azért alakították így ki, hogy mi emberek, ugye be tudjuk írni, hogy millásreggeli.hu, meg facebook.com, és ennek megkönnyítésére szolgál az, az egész mechanizmus. Az oroszok ugye azt mondják, hogy nem teljesen jó, és ők a saját hálózatot fejlesztenek. Egyébként, ha a DNS szervizért felelős, hogy, hogy, hogy működnek ezek a szolgáltatások térképet megnézted, akkor lehetett látni, hogy először Kína több részén és Oroszországnak a jelentős részén oldódott meg ez a probléma. Tehát ott, ott hamar rá tudtak ugrani, míg egész Európában, Afrikában, Amerikában elérhetetlen volt a szolgáltatás. Na de az is probléma, hogy rengeteg vannak hozzá kapcsolva a Facebookhoz úgy, hogy például Facebook bejelentkezéssel csatlakoznak szolgáltatásokhoz, és cégek is, nem csak magánszemélyek. Igen, ez, az, ha lehet, még nagyobb problémává növelte, mert azt mondom, Facebookhoz egy darabik, hát oké, rendben. Igen, nem Facebookhoz semmi baj. De hogyha ezzel regisztráltál helyekre, ez a belépési azonosításod. És cégek is felajánlják. Tehát mi van akkor, hogyha mondjuk téged, mint ügyfelet, vagy téged, mint másik partner céget, te úgy mentél be, hogy Facebook azonosítással, uh -huh, vagy Insta, uh -huh. vagy mit tudom én, mit használnak még, azzal mentél be, az elérhetetlenné válik, nem tudod használni ezt a szolgáltatást, nem tudsz belépni, nem tudsz üzletelni, nem tudod kifizetni a számláidat, egy csomó mindent nem tudsz csinálni. Hogy ránézésed tök logikus, ki van szervezve az, az azonosítás? Meg Facebook mert már megtette, akkor Persze. gyere be a facebook -a, és akkor nekünk már nem kell itt izégetni. Igen, igen, csak ezzel jár, hogyha van itt egy probléma a rendszerben, akkor okay. nem jut be az illető. Akkor nézzük a másik problémát, ugye rögtön fel is szól. Margaret Versteger Európai Uniós adatvédelmi biztos, és ő is elmondta, hogy a leállás is azt mutatja, hogy nem szabadott volna ekkorára nőnie a Facebooknak. Nyilván Zuckerberg urat előkapják még, még egyszer az Egyesült Államokban is, és egy kicsit grillezik még a különböző meghallgatásokon. Minden esetre, ugye, az uniós tagállamok jelenleg a digitális piacokra vonatkozó új keret jogszabályrendszerének, a jogszabályjavaslatát ö, ö, véleményezik éppen Margarete Felstágerék, és ebben az egyik kulcsfontosságú dolog az, hogy mennyire engedjünk teret az ilyeneknek, mint a, mint a TikTok, mint a Facebook. De, de ugye ez egy nagy dilemma, mert hol fogod elvágni? Ugye annak idején a Microsoftnak a, a, a verseny vagy a mm -hmm. monopól vizsgálat akkor, amikor földarabolt, akkor is csak ilyen részeket le lehetett róla szedni, hogy ne adjál a, a windows hát, Explorer-t, meg nem, ilyeneket, de maga az op De hogy ennyire függünk. De maga, egy... magát az op nem lehet, de most is a Windows 90 ban a Windows Értem, a csak, a hogy, gépeken. csak, hogy, csak hogy itt, itt ha mondjuk egy mondjuk egy állami szintű, stratégiai fontosságú cégnél Windows megy a gépeken, van egy, találnak benne valami hibát, vagy uh -huh. azt le lehet választani mondjuk a hálózatról, és a belső hálózatot használva biztonságosan működtetni addig, amíg nem történik valami. De az, hogy, hogy mondjuk annyira függ a Facebooktól akár egy állam, vagy egy nagyobb cég, vagy, 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 a lakosságnak egy jelentős része. Én nem, szerencsére. Nagyon büszke vagyok ezt, rá, ezt nehéz. Hogy erről a leállásról is tőled értesültem egy másik chat programon, mert én Magam nem vettem észre. És Igen, az mondjuk ezzel... probléma volt, hogy hova írjuk ki, hogy leállt a Facebook, ha leállt a Facebook. Igen. A, a másik dilemma az, amit előhozott az számomra a legfontosabb ö, ö, jelenség most, az a, az úgynevezett a whistleblower, vagy szivárogtató. Aki azt mondja, hogy azonnal fel kell lépni a Facebook ellen, ezt Francis Haugennek hívják, aki ellen most a nagyon... dolgozott náluk, ugye? Igen, nagyon kemény uh -huh. retorziókat hirdetett be, vagy jelentett be Mark Zuckerberg ellene. Ő a, a termékmenedzsere volt a, a, a Facebooknak, és, és pár napja lépett a nyilvánosság elé, és felfedte a kilétét, titkos belső dokumentumokat szivárogtatott ki korábban a Wall Street journal és most a 60 Minutes-ben nagyon sokat beszélt és azt mondta hogy hogy például a fiatalkorúak online biztonságával kapcsolatban ugye ami azért gond, mert mert uh, kiött ez a tanulmány az Instagramról. Ami alapján kiderült, hogy nagyon sok esetben depressziót, sőt, akár öngyilkossági gondolatokat is okozhat az a fajta Instagram jelenség, ami van, ez a kimaradok a jóból, engem kihagynak a barátaim jellegű történet, amiről még bővebben is lehetne beszélni, de most csak egy mondatban. Haugen szerint egyébként az a baj, hogy elősegíti a Facebook a társadalom polarizációját, igen, nem csak az Egyesült Államokban, hanem mindenhol máshol, igen. mert egész egyszerűen tudják a Facebooknál, hogy 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 ezek a fajta tartalmak, amik polarizálják a társadalmat, vitát generálnak, uh, indulatokat váltanak ki, ezek megteszik ezt, de nem tesznek ellene semmit, hiszen sokkal nagyobb forgalmat bonyolítanak Perszene. le ezek a fajta Hogyha tartalmak, ezt engedik, vagy, ha hogy... engedik. Úgyhogy ők lényegében facilitálják ezt a folyamatot, ami egy óriási. Probléma, és most már társadalmi szinten is, uh, hát lehet azt mondani, talán egy kis túlzással, de népegészségügyi kockázata is van, de politikai kockázata Mindenképp, mindenképpen van. Isem. Na Ugye, hát egy, egy szuszra megpróbáltam Nagyon jó, Fuszek megtette ezt másfél sorban az előbbi 20 perc okay. összefoglalását. Akkor körülbelül az történt a Facebookkal, mint Buksi kutyával az udvaron, aki a saját farkát kergeti, és csak úgy tud leállni, ha hozzávágod a partvist. Szerintem ez Igen. kiváló. Igen, így történt. Így történt a Facebookkal. Mára ennyi bit fért át a rostánkon. Az információ hatalom, de nem mindegy, hogy nulla vagy egy. Szakértőinkkel minden csütörtökön kiválogatjuk a hasznos információkat a legújabb technológiákról. Következzen egy zene a Millás